Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és köszöntünk benneteket. Nagyon örülök külön, hogy a családom is itt van velem, és egy rendhagyó szombat délutáni alkalmunk lesz. Miért mondom rendhagyó, az majd meglepetés lesz számotokra. Mielőtt Isten igét megnyitjuk egy rövid imára, hajtsuk meg a fejünket, arra kérem a gyülekezetet. Édesatyánk, nagyon köszönjük, hogy adtad a te igédet, és a te beszéded az élő és ható, és az soha nem tér hozzád vissza üresen, hanem megcselekszi azt, amivel megbíztad, és jó szerencsés lesz, ahova küldted. Szeretném kérni a te szent lelked áldását, a te jelenlétedet erre a szombati délutáni órára is. Kérünk, hogy áldjál meg valamennyünket Jézus nevében. Amen. Mózes első könyve, első fejezet, első verse. Hogyan is kezdődik? Kezdetben Isten teremtette az eget és a földet. Kezdetben Isten teremtette. Hogyan is teremtett az Isten? Azt mondta, hogy legyen világosság, és a világosság engedelmeskedett neki. Azt mondta az Úr a második napon, hogy legyen mennyezet, legyen különválasztva a mennyezeti vizek, a mennyezet alatti vizek tőle legyen választva, és ezek a hatalmas vizek engedelmeskedtek Isten szavára. Isten azt mondja, hogy legyen száraz föld a harmadik napon, és mi történt? A mély vizekből kiemelkedik a száraz föld, és a száraz föld engedelmeskedik, és a vizek engedelmeskednek Isten szavára. A negyedik nap pedig mondta az Úr, hogy legyenek világító testek, és ezek a hatalmas, nagy égi testek előbukkantak a semmiből, és beálltak a pályájukra, amit Isten előre megszabott nekik. A negyedik nap, az ötödik napon mi történt? Isten hogyan szólt, hogy legyen? Ötödik nap mit teremtett az Úr? Így van. Tehát legyenek növények, legyenek fák, és ez így történt. Állatok a föld színén. Yeah. És a hatodik napon megteremtett a szárazföldi állatokat. És Isten azt mondta, hogy sokasodjatok és töltsétek be az egész földet. Isten szólt, és a szavára előállt minden. Úgy, ahogy írja a Zsoltáros, amikor azt mondja az 33. Zsoltár 6. versében, hogy az Úr szavára lettek az egek, és a szájának leheletére minden seregük. Tehát Isten szólt, és meglett. Amikor Jézus a földre jött, elkezdte a földi szolgálatát, emlékeztek arra, hogy egy nagy vihar keletkezett a tengeren, a tón, tehát a Genezáret taván. És a tanítványok úgy érezték, és az volt az tapasztalatuk, hogy nem sokára ez a hatalmas nagy vihar elnyeli őket, és elsüllyed a kis csónakjuk. És Jézus mit tett? Megjelent, a vizen járt, és azt mondta nekik, békesség néktek. És parancsolt a viharnak, hogy csendesedjen el, és mi történt? Egy szavára minden elcsendesedett. Amikor Lázár sírjánál ott megállt Jézus Krisztus, ami megváltunk, és azt mondta, hogy Lázár, kelj fel, akkor mi történt? Engedelmeskedett Lázár? A halott ember feltámadt Jézus szavára. De van egyetlen dolog, amivel nehezen tud mit kezdeni az Úr. Egy lehetlen dolog van, amivel nagyon nehezen tud bánni az Úr, az a mi szívünk. Miért? Nagyon nehezen engedünk az Úrnak. És az Úr a szívünkkel, az Úrnak a mi szívünk a legnagyobb kihívás. Hogy hozzáférhessen a mi szívünk, az Úr csak úgy nem teremt újjá egy szívet, hogyha be nem engedi a szívébe az Úrat a Szent Lelk által. És a mai délutáni órán Isten igéről fogunk együtt tanulni.
miért fontos az Isten beszéde, az Isten igéje, amely tényleg megújító hatalommal bír. Én tudom azt, hogy Isten igéje az én életemet is megváltoztatta, és remélem a ti életeteket is. Az Isten szava az hatalommal bír, és ezt zárjuk a mi szívünkbe, és legyen a mindennapi életünk része az Isten igéjének a tanulmányozása. Át is adom a szót a Zsuzsinak. Ő lesz a következő, aki majd az igéről fog beszélni. Van itt van, tessék. Egy rövid áttekintéssel készültünk nektek ma. Igazából bátorodni szeretnénk arra, hogy nagyobb hittel képviseljük a Szentírást, és mint könyvet nagyobb hittel tudjuk tulajdonképpen tanítani és hirdetni. A Bibliának a tanításához nagyon nagy hittel kell, azt gondolom, rendelkeznünk. És nagyon komolyan kell gondoljuk azt a mai világban, hogy minden erőnkkel tanítjuk a Szentírást, amikor a sátáni támadások, az ellenség támadásai az igével szemben fokozottan felerősödtek. Amíg mi nyugodtan összejövünk szombaton, addig a háttérben hatalmas háború dúl, hogy teljesen megdöntse a Szentírást. És hát az egyik ilyen felvezetés most mindenképpen, amire így meg szeretnénk emlékezni, az a kanonizációnak a folyamata. Felbetődött a kérdés már régen is, hogy és a mai napig ugye megkérdőjelezik, hogy ugye miért fogadjuk mi el a Bibliának a könyveit és az iratait. Mi az a biztosíték nekünk arra vonatkozóan, hogy mi ezeket az írásokat elfogadjuk, és ezekben úgy higgyünk, mint szent írásokban. Kik voltak azok az emberek, akik ezt úgy gondolták, hogy ez így megfelelő? Miért pont ezek a könyvek kerültek bele a szent iratok gyűjteményébe? Tehát igazából ezek nagyon komoly kérdések, és hát ugye ezekre vannak emberek, akik támadólag reagálnak nyilván az ellenség ihletésére. Tehát mit is jelent egyébként a kanonizáció szó, és itt szeretném, hogy megnézzünk egy-két biblia verset, ami ide kapcsolódik. Mégpedig Galácia beliekhez írott levél 6. fejezet 16. versét, hogyha van bibliátok, lapoznátok fel, vagy akár ki is lehet vetíteni, hogyha van. Galata 6, 16. Azt írja, hogy és akik e szabály szerint élnek, békesség és irgalmasság azokon, és az Istennek Izraelén. És itt látjuk ezt a szót, hogy e szabály szerint, ez a szabály szó, ez görögül úgy hangzik, hogy kanon szó, és ez egy görög kifejezés tulajdonképpen, ami egyébként a héber kvanef kifejezéssel valószínűleg rokon szó, hiszen a hébereknél is használatos volt ez a szó, és ott mérőpálcát, mérővesszőt jelent, és hát a görög szóban is hasonló jelentéssel bír, mint mérőzsinór, mint szabály, amihez mérnek valamit. Egy másik igehelyet is nézzünk meg, a 2 Korintus 10.13-hoz is menjünk át, Korintus beliekhez írott második levél 10.13. És itt azt mondja Pál apostol, hogy de mi nem dicsekszünk mértéktelenül, hanem a ma mérő zsinór mértéke szerint, amelyet Isten adott nékünk mértékül, hogy hozzátok is elérjünk. És itt is ugye, hát elég gazdagon látjuk ezt a mérték szót, itt egyébként a meter szó is szerepel, amit ismerünk egyébként, ami szintén egy mértékegység, a méter, de szintén szerepel a kanon szó, ami ugye nyilván ez a kánon, amit mi használunk ma. Tehát a mérőzsinór, ama mérőzsinór mértéke szerint ez a mérőzsinór, ez viszont a kanon görög szó, és hát miért is fontos, hogy lássuk az igében is ezt a kifejezést, csak egyszerűen annyi, hogy a kanonizáció az igazából nem egy alkalom, amikor mondjuk összeültek Hippóban vagy Kárthágóban, ugye Afrika északi területén, ezeken a bizonyos zsinatokon, és azt mondták, hogy
hogy kanonizáljuk az iratokat, hanem ez a kanonizáció, ez egy régi folyamat, ami már látjátok, hogy az apostoli korban is használatos szóra épül, és már onnantól fogva tulajdonképpen, hogy az iratok létrejönnek, ez a folyamat elindult. Tehát a kanonizáció az egy folyamat. Azt lehet mondani, hogy évszázadoknak a folyamata, és az évszázadoknak a folyamata az, ami lezárult az egyes zsinatok alkalmával. A kanonizációnak vannak és voltak bizonyos kritériumai. Tehát az egyes ihletett iratokat azt meg kellett vizsgálják, és azt vizsgálták tulajdonképpen, mindig az volt a kérdés, hogy illetve több kérdést tettek fel, de egyáltalán, hogy hogyan szűrjék ki azokat az iratokat, amelyek valóban összegyűjthetők, egybefoghatók. Az egyik ilyen fontos pont az a szerzőség kérdése volt. Mindig vizsgálták azt, hogy ki az adott iratnak a szerzője. Azt gondolom, hogy ezzel egyet tudunk érteni, igaz? Tehát, hogy megvizsgáljuk azt, hogy ki az adott könyvnek a szerzője. Ma is vizsgáljuk ezt, hogyha akarunk egy jó könyvet. Na most itt ez egy egyes számú pont, hogy tudniuk kellett azt, hogy valóban egy isteni proféta, vagy ugye látjuk mi is a könyveink írói, tehát általában bemutatkoznak az írók, és tudhatjuk azt, hogy kik az írók. De megesik olyan is, mint például most mondjam, a zsidókhoz írt levélnél Pál apostolnak nincsen ott a neve, megesik az is, hogy nincs benne a név. Tehát vizsgálni kellett azt is, hogy az adott irat magában hordozza-e az Isten tekintélyét. Aztán azt is megvizsgálták, hogy az adott irat pontos-e. Azt is meg kellett vizsgálják, hogy mind történelmileg, mind dogmatikailag beleillik-e a többi szövegbe. Meg kellett vizsgálják azt, hogy átformálja a hívek életét. És meg kellett vizsgálják azt is, hogy a gyülekezetek használják-e az adott iratot. Tehát végül is mindezeket az évszázadok során is láthatták különböző leletek kapcsán. Tehát tulajdonképpen miért is volt szükség a kánonra? Miért volt szükség arra, hogy ezt így mindig áttekintsék és nyomon kövessék? Az egyik az, hogy már tudhatjuk, hogy az Ószövetségben is, de különösképpen az első században is tévtanítások voltak, és egyre több tévtanítás ütötte fel a fejét, és ma is, ha körbenézünk, elmondhatjuk, hogy vannak tévtanítások? Vannak tévtanítások, tehát nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy a Bibliának mi a szerepe és mi a küldetése. Tehát tévtanítások terjedtek el, ugye ez dogmatikai problémát vetett fel, aztán a másik az ihletettség problémája, tehát ez, hogy lehetséges, hogy volt egy irat, de ami nem is volt, lehet hamis tanításokkal megtűzdelve, lehet, hogy abszolút nem volt hamis, de megesett, hogy egyáltalán nem volt ihletet. Vannak ma ilyen könyveink, amik egyébként igazak, de nem ihletettek? Tudnátok ilyet mondani? Igen, lehet, hogy igaz, hasznos könyv, minden, de nem ihletett. Mondjuk lehet ilyen egy jó tankönyv is, nem? Tegyük fel, vagy egy történelemkönyv, vagy bármi. Aztán a harmadik nagyon fontos ok volt maga az üldözés kérdése. Az üldözések alkalmával tudjuk azt, hogy nem csak, hogy megölték a mártírjainkat, hanem ugye elpusztították a Biblia iratait és kéziratait, és ez nagyon nagy fókuszban volt, amikor ugye üldözték a keresztényeket, hogy a bibliai iratokat is elégették. Tehát tulajdonképpen itt fontos volt azt látnunk, hogy mi hogyan viselkednénk, gondoljunk bele, hogy ha tudjuk azt, hogy elégetik az iratokat, akkor mit tennénk? Ti mit tennétek? Elrejtenénk, igen, nagyon jó. Illetve azt csinálták ők, hogy ezeket a hamis iratokat adták oda, mint igaz iratokat. Ugye, mert nem szakértők kezébe került ilyenkor, nem mindig ismerték fel azt, hogy melyik. És oda tudtak adni mondjuk egy látszat Bibliát, hogy így mondjam, egy látszat iratot, arra célra, hogy tessék, itt van, égessétek el. És akkor ezzel megnyugodtattak. Tehát tulajdonképpen ezzel azt csinálták, hogy az eredeti iratokat gondosan félretették, a hamis iratokat a keresztények kiválogatták, és azt adták oda, hogy ezt lehet vinni tüzelni, mert ez hamis irat. Tehát ez egy ilyen nagyon élére állított szituáció lehet, nem? Tehát hogy tudjátok elképzelni, aminek mi azt gondoljuk, hogy és hisszük azt, hogy az egyébként Isten népe még előtte áll, még bármikor beindulhat előttünk is ez a küzdelem. Tehát tulajdonképpen ehhez nagyon élesen a híveknek tudniuk kellett azt, hogy milyen típusú iratok veszik őket körbe eleve, nem? Tehát ehhez már ők rendelkeztek azzal a tudással, hogy melyek azok a bizonyos ihletett iratok, amik fontosak és meg kell legyenek. Tehát ilyen értelemben azt biztos hallottátok, nem tudom, de gyorsan elmondom azt is, hogy négy csoportba sorolták ezeket az iratokat. Ugye volt az úgynevezett homolegomena csoport, amiben azt mondták, mindenki tudta, hogy na, ezek biztos, hogy mind ihletettek. Aztán voltak az antilegomenák, amik
bár ihletetteknek vannak elfogadva, de volt egy-egy közöttük, mint például Jakab apostol levele, amit szoktak néha emlegetni, mert hogy Krisztus neve nem szerepel benne, akkor az csak olyan lehet, hogy ihletet, de lehet, hogy nem, hiszen Krisztus neve nincsen benne. Ezzel természetesen azért, mivel hogy az irat egyértelműen ihletett, ezért nem tudtak szóba állni. Aztán vannak ezek a bizonyos apokrif iratok, amik már nagyobb küzdelmet okoztak, hiszen ezek olyan iratok, amik tulajdonképpen, hogy is mondjam, ilyen rejtett iratok voltak, mert felhasználták ige hirdetésre, de tilos volt. Tehát csak azok használták fel, akik, hogy így mondjam, visszaéltek a helyzettel, de igazából a szent körökben, hogy így mondjam, keresztény körökben ez tilos volt. Kicsit olyan, mintha mi is felháborodnánk azon, hogyha mit tudom én mondjuk most így, nem akarok mondani rossz példát, de valami olyan könyvből prédikálna valaki, ami nem illik a szószékre. Szóval tényleg itt ez ellen felszólaltak, és voltak ezek a bizonyos pseudo-epigráf iratok, amik egyértelműen hamis tanításokat, tehát egy teljesen egyértelmű, de egyértelműen hazug iratok, mert hogy felhasználták a bibliai neveket, a szerzőség kérdését benne volt, apostolok nevei az iratban, vagy akármi szerző mutatkozott be az adott apostol, és ezek hamis iratok voltak. Szóval emiatt is szükséges volt, és fontos volt látni azt, hogy melyek azok az iratok, amiket fel lehet használni. Tehát a kanonizáció ilyen értelemben mindenképpen egy folyamat volt, egy állandó folyamatos kutatás az Isten népének körében, és ez a folyamat mind az Ószövetséget, mind pedig az Újszövetséget érintette. Az Ószövetségre vonatkozóan pedig azt fontos tudnunk, hogy az Ószövetség iratai már a Krisztus előtti 4. században lezárultak, tehát már készen volt az ószövetségi kanonizálás, és ugye ennek bizonyítéka az a bizonyos Septuaginta, amiről már biztos hallottatok. Hallottatok már a Septuagintáról esetleg? Szuper, tehát ugye LXX az a neve, azért, mert úgymond a hagyomány szerint 70 fordító, 70 nap alatt fordította. Ezt persze nem kell szó szerint érteni. Ptolemaiosz uralkodása idején, ugye ez is szintén Észak-Afrika, az egy nagyon aktív terület lehetett, de ott fordították le. És hát azt is tudni kell, hogy ez a bizonyos Septuaginta azért eredeti formájában nem került kézre, mert hogy sokat mondanak, hogy elvileg voltak abban apokrif iratok, és ez meg az, de ez nincs bizonyítva, mert magát az eredeti Septuagintát nem láttuk kézben, csak amikor már elindultak ezek az apokrif iratok. A későbbi Septuaginta, ami Septuagintának betudott leletként van, mert ugye tényleg az szerepel benne, abban már voltak apokrif iratok is. De az nem az eredeti. Tehát erre nincsen garancia, hogyha így mondják nektek azért, hogy abban valóban lettek volna úgynevezett apokrif iratok. Tehát látjuk azt, hogy az igét érik támadások, és honnan tudhatjuk még ezt nagyon intenzíven? Ezt majd az Újszövetségnél fogom még, inkább majd az Újszövetségnél visszatérek erre. Tulajdonképpen tehát a Septuaginta fordítása az bizonyítéka annak minden esetre, hogy az Újszövetségi kánon készen és összeállva abban a korban, a Krisztus előtti 2. században már megvolt, és egyébként van egyéb történetírás is, amelyben lefektetik azt, hogy a kánon, az Újszövetségi kánon készen állt a Krisztus előtti, teljesen le volt zárva a Krisztus előtti 4. században. Josephus Flavius, tudjátok, hallottátok a történetíró nevét, erre is kitérnek az írásai, hogy bizony a Artaxerxes Longimanus perzsa király idejében már le volt zárva, szent és sérthetetlen volt a héber kánon. Hármas tagoltsággal, ezt biztos tudjátok, ugye az azt jelenti, hogy a Tóra, a proféták és az írások, a Nevi'im és a Ketubim, tehát ugye így volt felosztva három tagolásra a kánon, a héber tanak, amit úgy is mondunk, hogy tanak, illetve úgy hívják a héberek a T, az N és a K, ez kivételesen nem jelentéssel bíró, hanem inkább ilyen mozaik szó, tehát egy rövidítése annak a három tagoltságnak. Az Újszövetség kanonizációban 27 irat van, ugye azt is tudjuk, hogy a héber iratok jóval kevesebb, mert ők nem számoznak mindent úgy, mint mi, hogy nem mondják, hogy egy király, két sámol, egy király, kettő, hanem ők az egészet így egybe számolják, emiatt náluk csak kevesebb irat van, de ugyanaz, teljesen dettó ugyanaz a héber biblia, mint a mi bibliánkban szereplő héber részek. Tehát ezeket így mind
képviselhetjük, bocsánat, hogy a zsidó hagyomány ereje és az ottani komolyság az Ószövetség körül, hogyha csak belegondolunk Esdrás pap munkásságába, aki minden bizonnyal az írások körül is nagyon aktívan tevékenykedett. Malakiás proféta írása volt az utolsó, ami az Ószövetségben lezárult és bekerült ebbe a kánonba. Tehát világos, hogy abban a korban ez az egész folyamat lezárult, és egy szent munkásságnak a vége volt ez. Na és nem akarok túl sok időt elrabolni, mert még vannak utánom, akik még fognak szólni. Az új szövetség kanonizációjára nézve, csak röviden annyit, hogy ugye ott 27 iratról van szó, világos, azt is tudjuk, hogy ugye az apostoli korban létrejövő iratokról van szó az első században, tehát itt is olyan helyzetben voltunk, hogy igazi eredeti irattal nem rendelkeztek a kutatók, hanem másolatokkal, tehát tulajdonképpen amire hagyatkozni tudtak ebben az esetben is azok a másolatok, illetve azok a úgynevezett lekcionáriumok, amik olyan prédikációk voltak, amik fennmaradtak, és azokban látták, hogy milyen iratok lettek, milyen bibliai iratok, szövegek lettek felhasználva a prédikációkhoz. Tehát tulajdonképpen tudni kell azt, hogy itt is nagyon komoly apostoli atyák voltak, ugye miután az apostolok az első században úgymond kihaltak, ugye utánuk az apostoli atyák kora következett, nagyon komolyan gondolták, hogy fenntartsák és kézben tartsák az iratoknak a sorsát, a helyzetét. Őnáluk lehet azt elmondani, hogy nagyon vigyáztak a keresztény üldözések alatt, visszatérve, hogy ezek az iratok megmaradjanak, és inkább a hamis iratok kerüljenek a tűzbe. És az új szövetségi kánon is tulajdonképpen nagyon hamar lezártnak volt tekintve. Hivatalosan jól lehet csak a zsinatokra, tehát a hippói és kárthágói zsinatokon a Krisztus utáni 4. században lett lezárva a folyamat, de akkor már olyan volt ez a folyamat, ami már rég az előző századok alapján tudott és ismert volt, hogy mely iratok ihletettek és mely iratok az Istentől valók. Tehát tulajdonképpen már rendelkeztek egy kész kánonnal. Athanasius püspök volt az, aki először fel is sorolja ezt a 27 új szövetségi könyvet, de előtte Origenész, aki tulajdonképpen a 3. század elején élő szintén apostoli atya volt, ő is már felsorolja a 27 bibliai jegyzéket. Tehát tulajdonképpen röviden ennyit, az új szövetségi kanonizációhoz még annyit hozzátennék Tonhaiser Tibor könyvéből, és ajánlom a figyelmetekbe, mert nagyon hasznos ez a könyv, hogy pillanat, hogy a bibliai kánonba hogyan is gondolta, hogyan is történt az a változás, hogy bekerültek az apokrif iratok. A katolikus egyház részéről 1545 és 1563 között ülésező tridenti zsinat egyértelműen leszögezte, hogy a katolikus egyház mely iratokat fogadja el kanonikusnak az újonnan csatoltakkal egyetemben. Tehát ő kitágította a kört, a katolikus egyház, és aki szembe helyezkedne az itt összeállított kánoni jegyzékkel, mármint az egyház által felállított jegyzékkel, azt az egyház azonnal kiközösíti. A zsinat határozata kivonatos formában így szól: a szent könyvek és a hagyomány elfogadásáról, 1546. április 8-án született. A szentséges, egyetemes és általános tridenti zsinat a Szentlélekben törvényesen egybegyűlve, a hithű atyák példáját követve, minthogy mindkettőnek az egy Isten a szerzője, nem különben mind a hitet, mind az erkölcsöket érintő hagyományokat, mint amelyeket saját beszédével Krisztus, illetve amelyeket a Szentlélek mondott el, és a katolikus egyház szakadatlan folytonossággal megőrzött, egyenlő jáborsággal és megbecsüléssel fogadja el és tiszteli. A zsinat úgy vélte, hogy a szent könyveknek a jegyzékét pedig ehhez a határozathoz kell csatolni, nehogy valakiben kétkedés támadhasson, vajon melyek azok, amelyeket maga a zsinat elfogad, és itt szerepel egy konkrét felsorolás arról, hogy melyek, amiket elfogad, és ugye szerepelnek már az apokrifok is. Ha pedig valaki a könyveket egészükben összes részeikkel úgy, ahogyan azokat a katolikus egyházban olvasni szokták, nem fogadja el szent és kánoni könyveknek, és az előbb mondott hagyományokat tudva és megfontoltan megveti, az legyen kiközösítve. Az idézett Fila Béla, illetve Jug László az Egyházi Tanítóhivatal megnyilatkozásai című könyvéből származik. Tehát láthatjuk azt, hogy egy igen határozott lépés történik megint. Ezek az apokrif iratok felismerhetően nem ihletettek, és mégis bevették az ihletett írások közé, de tudnunk kell azt, hogy egyébként is láthatjuk nem véletlenül, hogy egy Károli, egy Biblia
bizottság által jóváhagyott könyvben már nincsenek ott az apokrif iratok. Tehát látjuk a nagy küzdelmet az iratok körül. És most nézzük meg, hogy tulajdonképpen mi is ez az ihletettség, és ezt Dorcitól fogjuk meghallgatni, és kérem továbbra is a figyelmeteket. Gyere, Dorca! Áldott szombatot nektek, vagyis most már ez inkább kérdés kéne, hogy legyen, hogy áldott volt-e a szombatotok. Na. Hoztam magammal valamit. Ez micsoda? Mit tartok a kezemben? Egy biblia. Egy biblia. Igen. 612,2 gram és kenguru bőrből van a borítása. Azt hiszem, hogy ez nem 24 karátos arany, de most már igen jó technológiák vannak a Biblia aranyozására. De tulajdonképpen ez micsoda? Szóval, hogy mit tartok a kezemben? Lehet? Isten szava. Szóval, igen. És hogyha elolvasom a címét, akkor azt mondom, hogy Biblia. Ugye a Biblia szó, ez igazából görög eredetű, és hogyha lefordítjuk, akkor az azt jelenti, hogy könyvek. Tulajdonképpen én nem egy könyvet, hanem egy könyveket tartok a kezembe, tehát én egy könyvtárat tartok tulajdonképpen a kezembe. Kik írták a Bibliát? Igazából hány könyve van a Bibliának? 66, igen. 39 Ószövetség és 27 új szövetségi könyv. És igazából a Bibliát körülbelül 40 ember írta, és olyan 1500-1600 évet foglal át. Egy irodalmár azt mondaná, hogy ez egy monumentális műalkotás. De a Biblia az nem egy emberi alkotás, hanem Isten beszéde. De ki volt ez a 40 ember? Biztos mind teológusok voltak, vagy mind doktorok, igen, vagy pedig proféták. De hogyha azt vesszük figyelembe, akkor igazából voltak köztük királyok, mint például Dávid király, vagy Salamon, vagy orvos, mint Lukács, vagy pedig vannak benne egyszerű pásztorok, vagy halászoknak az írásai is. Egy könyv, amiben benne van a királynak is, és a pásztoroknak is az írásai. De az az érdekes, hogy minden könyvének a mondani valója, tárgya, célja ugyanaz. Nyilvánvalóan ez a véletlen műve. Hát, hogy János apostol pont ugyanarra gondolt, mint évszázadokkal korábban Dániel a babiloni király udvarában, mint főember. Hát természetesen nem. Ez nem a véletlen műve, hanem arra enged következtetni minket, hogy egy a szerző, mégpedig Isten. Isten az, aki a Bibliának a szerzője. Szuper. Eljutottunk erre a megállapításra is, hogy igazából a Bibliának egy szerzője van, Isten. De hát mivel bizonyíthatom én ezt be? Szóval, hogy tudom én ezt bebizonyítani? Hát természetesen nekem nem kell bizonygatnom, mert az ige igazolja önmagát. A Biblia magát igazolja. És hogyan? Hogyan igazolja az ige önmagát? Hogyha megnézzük, akkor mind az Ó és mind az Új Szövetség könyvei is ugyanazt jelentik ki például a jövőről. Hogyha elolvassuk például az Ószövetség proféciáit, akkor azt veszük észre egyébként, hogy az Új Szövetségben, például a Krisztusra előre mutató proféciák beteljesednek az Új Szövetségben, ezzel az Új Szövetség hitelesíti igazából az Ószövetséget azzal, hogy az Új Szövetségben bekövetkeztek azok a proféciák, amik az Ószövetségben meg voltak jövendölve. Olvassuk el 2 Timóteus 3.16-ot. Tehát igazából itt az első pont az az, hogy egységes jövőkép. A teljes írás Istentől ihletett. Tehát maga az ige kijelenti magáról, hogy a teljes egész Istentől ihletett. És mit olvasunk utána?
Mire hasznos? Hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra, az igazságban nevelésre, hogy tökéletes legyen az Istennek embere, minden jó cselekedetekre felkészített. Tehát egy erkölcsi tanítást olvasunk. Hát nincsen más, semmelyik más vallásban sincs egy ilyen erkölcsi erejű irat, mint a kereszténységben jelentette ki Blaise Pascal, jó ismert tudós. A keleti vallások önszuggesztiók inkább, szóval tele vannak misztikumokkal, misztériumokkal és tanításokkal, bambonaságokkal, hazugságokkal. Találd meg magadat, mélyedj el a semmiben, gondolkozz a semmiről, és megtalálod a semmit. Szóval tulajdonképpen erről szólnak, és mekkora kincs, mekkora érték, igazából semmi. De Isten szava azonban megbízható szó, és amelyre nyugodt szívvel építhet az Istent kereső ember. Olvassuk el Zsidók 1:1-et. Minek utána az Isten sok rendben és sok kiféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben szólott nekünk az ő fia által, aki az ő dicsőségének, aki tett minket mindeneknek örökösévé, aki által a világot is teremtette. Tehát maga az ige írja azt, hogy Isten volt az, aki szólott hajdan az atyáknak és a profétáknak, a proféták által, és Jézus Krisztus által is Isten szólt. Aztán olvassuk fel 2 Péter 1, 19-21-et. 19-21. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövetnekre, míg nappal virrad és hajnal csillag kiel fel szívetekben. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. Tehát a Biblia írói a Bibliában szereplő erkölcsi tanításokat igazából nem a saját meglátásaik alapján írták le, hanem maga a világegyetem teremtő urának ihletésére írták ezeket a szavakat. Tehát a második pont az, hogy az erkölcsi tanításokban, a Biblia erkölcsi tanításában megtaláljuk az isteni tekintélyt. A Biblia körül mindig óriási harcok dúltak. A nagy küzdelem, amely Isten és Sátán között folyt, igazából Lucifer lázadása óta és az ősevangélium kihirdetése óta is, ez a nagy küzdelem folyt a Biblia felett is a történelem folyamán. Nincs még egy könyv, amit annyira szeretnének és egyben gyűlölnének, tisztelnének és egyben kárhoztatnának, mint a Bibliát. A legnagyszerűbb, legnemesebb tettek ihletője volt. Háborúk dúltak a Biblia körül, és forradalmak táplálkoztak lapjairól, és birodalmak hulltak szét elvei miatt. Olvassuk a Hitelvek első lapjairól. Életeket formált át a Biblia, és mentett meg Sátán csalásától, és mártírok ondották vérüket betűi miatt. Számtalanszor megpróbálták megsemmisíteni, elégetni, örökre láncra verni, de az igazság fénye még a legsötétebb kolostor pincéjének, dohos pincéjének a pincéjéből is az egész világra kiállott az igazság fénye. Évezredeken át hihetetlen pontosággal maradt fent. Gondos kezek másolták betűit, pislákoló gyertya lángjánál rejtett helyekben, életüket adták lapjaiért. Börtönbe záradtak tanéiért, nem tagadták meg. Nem tagadták meg, pedig csak annyit kellett volna mondaniuk, hogy megtagadom a hitemet. És ennyit nem mondtak ki azért, mert szentnek tartották. És szent is volt, mert a Bibliának hatása van. Nincs még egy könyv, amely ekkora hatással bírt volna. Elterjedt, futótűzként a legnagyobb világvallássá nőtte ki magát a kereszténység. Hatással bírt az ige? Rendkívüli hatással bírt.
Tehát ha megvizsgáljuk a Biblia hatását, akkor ledöbbenünk, és igazából ez a harmadik pont, hogy a Biblia hatással bír. Rendkívüli hatással. Tehát igazából Isten volt az, aki a Isten volt a Biblia szerzője, és ő ihlette a Biblia íróit, ezt a körülbelül 40 embert. Na jó, de le diktálta. Én szolgám Ézsaiás, üljél le erre a székre, és hozok neked egy tollat, és író tintát, és diktálom neked a szavakat, a betűvel kezdjük. Hát nem így zajlott. Akkor hogyan zajlott az ihletés folyamata? Ez hogy történt? Az ihletés folyamata, ez egy rendkívüli folyamat volt, amelyben Isten a végiremelhetetlen bölcsessége mutatkozik meg. Tehát Isten bölcsessége mutatkozik meg az ihletés folyamatában. Hiszen a megteremtett ember képességeit használja fel akarata közlésére. Az embert ihleti látomásban, álomban, és az ember az ő képességeinek megfelelően közöl. Tehát a saját szavaikat, a saját lényüket használták fel igazából a bibliai írói, és Isten volt az, aki ihlette őket. A 17. században tanítások jelentek meg a teljes szószerintiség mellett a protestáns ortodoxia hatására. Johannes Andreas, egy wittenbergi professzor is azt tanította, hogy Isten minden szót, sőt hangot lediktált a Biblia íróinak. Tulajdonképpen tolba mondott. De igazából mi volt a kinyilatkoztatás módja, az ihletés módja? Hát háromféle képen jelenik meg ez. Az egyik ugye a profétai látomás, profétikus álom és gondolatihletés, és igazából a Biblia írói ebből a három, ez a három fajta ihletés módon írták meg az a Bibliának a könyveit. Milyen is ez a kinyilatkoztatási lánc? Hogyan tevődik össze? Ezt el tudjuk olvasni a Jelenések könyvének az első fejezetének az első versétől. Hogyha összetesszük itt ezt a képet, akkor egy ilyen lánc tárul elénk, hogy az atyától indul ugye az információ, utána a fiú, az angyal, János és a gyülekezet. És így, és igazából az atya az, aki ihlet, és igazából végül is eljut a gyülekezetig. És akkor olvassuk el. Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki Isten, tehát Jézus Krisztusnak a kijelentést adta Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. Ő pedig elküldvén azt, az ő angyala által megjelenti az ő szolgájának Jánosnak. Tehát Isten adja a kijelentést, igazából Jézus Krisztus kijelentése, de Jézus Krisztusnak Isten adta a kijelentést, és ő azért adta, hogy megmutassa az ő szolgáinak, és elküldte az ő angyala által Jánosnak. Tehát Isten, Jézus Krisztus, angyal, János, és végül pedig a gyülekezetek, akiknek ugye János megírta a levelet. Ez egy kinyilatkoztatási lánc tulajdonképpen. És a Szentlélek nagyon fontos, kulcsfontosságú szerepet gyakorol ugye ebben az egészben, hogy a Szentlélek abban is nagyon, a Szentléleknek abban is nagyon komoly szerepe van, hogy terepet készítsen, avagy készséget fejleszten az emberben az ige befogadására. Tehát nem elég az, hogy megvan az információ, megvan az ihletett ige, megvan az írás, hanem kell egy befogadó szív is az ige tanulmányozására. Azért, hogy be is fogadjuk azt, amit olvasunk, vagy amit hallunk. És mik ennek az ige befogadásának az előfeltételei? Az első, az alázat, az imádságos lelkület és a kitartó kutatás. És így eljuthatunk Krisztus értelmére.
Olvassuk el végezetül Zsidók 4:12-t. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek elrejtett indulatait. Tehát Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél. Tanulmányozzuk Isten igéjét, kutassuk kitartó kutatással, imádságos lelkülettel és alázattal. Én az iratoknak a eredetéről fogok beszélni, arról, hogy honnan tudhatjuk azt, hogy mi volt eddig az egyik legnagyobb bizonyíték igazából arra, hogy ezek az iratok, amiket ma olvasunk, a Biblia fordítások, vagy akár a Bibliának a fennmaradt részei, amiket mi most olvasunk, azok ugyanazok, mint amiket mondjuk az apostolok olvastak. Most honnan tudhatjuk mi ezt? Hát már 2000 év eltelt azóta, most sokan mondják, hogy azóta már ki tudja, hogy hányszor fordították le, hányszor másolták, ki milyen pontossággal dolgozott, akkor hát valakinek valami nem tetszett, akkor azt máshogy fordította, máshogy másolta. Tehát, hogy az a Biblia az már kizárt, hogy ugyanaz legyen, mint amit mondjuk Pál apostol leírt. Tehát nem lehet ugyanaz, mert Pál apostol már biztos, hogy máshogy gondolta, és már elferdítették az írást. Na most nézzük meg, hogy ez valóban így van-e, és most megnézzük azokat a bizonyítékokat, amik a legerősebbek voltak ezeknek a dolgoknak, az érveknek a megcáfolására. Ehhez viszont vissza kell mennünk az időben több mint 2000 évet, a Krisztus előtt első századig, vagy akár még a harmadik századig is, amikor is történt egy olyan dolog, hogy a szír király leigázta az izraeli területet, és bevonult a templomba, és megszentségtelenítette a templomot azáltal, hogy csodálatos módon disznót áldozott, és arra kötelezett mindenkit az izraeliek közül, hogy disznót áldozzanak ott, illetve nagyon sok mindenkit megöltek nyilván, és akik pedig ellenálltak, azokat üldözték. Most ezekből az ellenállókból fejlődött ki a makkabeus felkelés, akik a szírek ellen először, a szírek ellen harcoltak. Nem harcoltak, hanem csak ellenállást tanúsítottak, tehát hogy nem voltak hajlandók megtagadni a hitüket, és disznót áldozni, meg stb. Dolgokat csinálni. És ezért ugye nyilván üldözték őket, nekik el kellett menekülniük. És aztán később ez a makkabeus mozgalom ez két részre szakadt. Az egyik része az a szadduceusoknak a mozgalma lett, akik maradtak Jeruzsálemben, a másik pedig az eszénusok mozgalma, akik kiköltöztek a Jeruzsálemen kívülre, a Holtenger északnyugati részére, és majdnem a partnál, 15 kilométerre a Holtenger partjától, ott alakították ki az ő központjukat, és ott éltek tulajdonképpen, mindentől elszigetelve, és most ezzel a vonallal fogunk foglalkozni, mert ez lesz számunkra az érdekesebb, nem a szadduceusok. És igazából az a lényeg, hogy Jeruzsálemből ugye kivonultak, ott létrehoztak egy ilyen kolóniát, és próbáltak minél szentebb életet élni, mindenféle rossz dolgot kizárni az életükből, aztán nagyon szigorú szabályok vonatkoztak mindenkire, aki csatlakozott az ő közösségükhöz, illetve nem is engedtek akárkit csatlakozni hozzájuk nyilván,
rituális tehát ilyen mosakodásuk volt, mindenhol az egész városban kialakítottak ilyen ciszterna rendszereket, tehát nyilván ugye kevés volt a víz a sivatagban, és azt ugye össze is kellett gyűjteni, amikor esősebb időszak volt, és ezt nagyon ügyesen meg is oldották, és így volt elegendő vízük az ivásra is, illetve a mosakodásra is, és nagyon különleges megoldásuk volt a helyiségek tisztítására is, így átfolyt az egész helyiségen a víz, és akkor úgy oldották meg, hogy így tulajdonképpen napi kétszer is akár fel tudtok mosni egész egyszerűen a helyiségben, és nagyon fontos volt náluk a közös étkezés is, és az is érdekes, hogy Jézus tanításai közül is elég sokat elfogadtak egyébként, és nyilván volt rengeteg hamis tanításuk, de ők egy ilyen törekvő mozgalom voltak, meg nem voltak azok a szélsőséges zsidók, mint a mondjuk a szadduceusok se voltak azok, de voltak a szikáriusok, meg a zelóták, akik tulajdonképpen brutális felkelők voltak, és akár gyilkosságig is mentek a római, később ugye először a szírek, de aztán a római hatalom megakadályozásában. És tehát az eszénusok egy ilyen csendes ellenálló voltak, akik voltak ott a pusztában, és ők nem akartak zavarni senkit, cserébe őket se zavarja senki, ők így voltak vele, és ami nagyon fontos volt, hogy ők viszont nekiálltak az iratokat lemásolni, és ezt évszázadokig csinálták, rengeteg iratot másoltak le, hatalmas könyvtárat hoztak létre, és tehát ilyen több ezer irattal rendelkeztek, sőt, rendelésre is csináltak másolásokat, akár tehát, hogy valaki mondta, hogy szeretnének ebből az iratból mondjuk 3 vagy 4 darabot, és akkor ők lemásolták, és rengeteg ilyen másolatuk volt. És igazából az történt, hogy a Krisztus után, a 68-ban, amikor voltak a zsidó háborúk, és ugye Jeruzsálemet is elpusztították később, de ebben az időszakban, ebben a hullámban pusztították el Qumránt is. Ugye az volt az érdekes, hogy szombaton támadtak rájuk, mert tudták, hogy hát szombaton ők nem fognak védekezni, mert ugye szombat az nekik szent volt, és a védekezés is munkának számított, így kihasználták a rómaiak ezt a lehetőséget, és lemészároltak mindenkit a Qumránban minden különösebb ellenállás és gond nélkül. Így egyszerűbben megoldották, és nem kellett még pluszban harcolniuk. És mivel tudták az eszénusok, hogy jönnek a rómaiak, ezért az utolsó pillanatban megfogták az összes tekercsüket, és elrejtették a környező barlangokban, ilyen agyagkorsokban. És most egy 2000 évet ugrunk, 2000 év kihagyás történik, ezekhez az agyagkorsokhoz senki nem nyúlt, azok ott voltak, pihentek, és 2000 év után az történt, hogy kiment egy beduin pásztor fiú keresni a kecskéjét, mert eltűnt a kecskéje, és az egyik barlangba bedobott egy követ, és hallotta, hogy valami összetört, bement, és akkor látott ilyen, mit tudom én, ilyen agyakkorsókat, és akkor gondolta, hogy hú, valami kincs van benne, kinyitja, és ilyen, hát ilyen szétrohadt, meg ilyenek, ilyen tekercsek vannak benne, elég nagy csalódás volt neki, de minden esetre levitte a táborba a tekercseket, és megmutogatta az ottani embereknek, és hát kicsit csodálkoztak rajta, és nem tudták hova tenni az egészet, nézegették az iratokat, semmit nem értettek belőle, és hát eléggé trehányul kezelték őket sajnos, és elég érdekes dolgokat műveltek a tekercsekkel, későbbi elmondásuk szerint volt, amit elégettek, mert ilyen eléggé jó illata volt, amíg a bőrnek, az 2000 éves bőrnek, amikor így égett a tűzbe, meg akkor elvitték az ottani cipészhez, hogy csináljon belőle nekik ilyen cipőfűzőket, meg ilyeneket a bőrből, és akkor pedig nézi a cipész, és mondja, hogy hát ebből nem fog menni, tehát ez így szét fog töredezni, meg stb. És akkor a cipész végül eléggé furcsán nézett ezekre a tekercsekre is, azt látta, hogy ezek elég régiek. És ugye azt tudni kell, hogy régiségekkel is foglalkozott, hát azonnal üzletet szimatolt, és
és ezeket a tekercseket elkérte a beduinoktól, hát amennyit odaadtak neki, nyilván ilyen töredékeket, meg ilyeneket, és akkor eladott egy párat az ócska piacon, és megnézte, hogy hát, hogy mennyiért lehetne ezeket eladni, és akkor eladott egy csomót, és akkor utána gondolta, hogy hát azért elviszek egy ilyet az én püspökömnek is, és akkor elvitte Samuel püspöknek, aki az ottani szír ortodox püspök volt akkor, és megmutatta neki, és az ortodox püspök az kicsit megnézte, megmorzsolta, és azonnal látta, hogy itt valami komoly dologról van szó, és ennek jelentősége is van, és azonnal meg akarta venni az összes tekercset. Tehát persze ennek a cipésznek volt annyi esze, hogy nem adta el neki az összeset, csak ilyen kis darabkákat adott el neki, meg egy mondjuk egy ilyen a legszétszakadtabb tekercset odaadta neki, és kért tőle valamennyit. És akkor megvett egy adag ilyen tekercset, és akkor otthon még vizsgálgatta, illetve azonnal elkezdte körbejárni a dolgokat, és szólt annyi tudósnak, amennyinek bírt, nyilván a jordániai régészeti hivatalnak is szólt, hogy vizsgálják meg, illetve hát ők megvizsgálták, de nem nagyon tudtak mit kezdeni vele, azt mondták, hogy hát ilyen Krisztus után ilyen 500 körüli, tehát hogy ilyen középkori leletek lehetnek, viszont biztos volt benne, hogy itt ennél többről van szó, ezért tovább ment Amerikából is hivatott tudósokat, és végül rátalált az Albright intézet professzorára, John Trevorra, aki az első vizsgálat során, amint meglátta a tekercseket és széthajtotta őket, azonnal felismerte, hogy itt nagyon komoly dologról van szó, és nyilván értett is az írásokhoz valamennyire, és tudta, hogy ez itt most komoly jelentőségű, és azonnal amennyit tudott, ő is beszerzett belőle, és elindult a vadászat a tekercsekért konkrétan. És innentől kezdve eléggé felpörögtek az események, és mindenki a beduinok közül ugye elkezdték vadászni a tekercseket a barlangokban. Na most ez elég nagy problémát jelentett, mert ugye nem kellett volna közkézre jusson ezek az ősi iratok, mert szanaszét szóródtak, és ugye letöredeztek a darabok is belőle, tehát nem szakszerűen volt feltárva, és ez az egyik, ráadásul a másik pedig az, hogy utána hatalmas összegekért kellett megvásárolniuk a cipésztől, meg ezektől az emberektől a tekercseket. Hát ebből egy hatalmas maffia nőtte ki magát, és nyilván néhány ember kegyetlenül meggazdagodott ennek köszönhetően, de megtalálták az Ézsaiás tekercset is, és ez a püspökhöz került, és a püspök pedig már tudta, hogy hogy kezelje azt, és megvizsgálta ez a Trevor, az Albright intézetnek a professzora is, és egyből tudta, hogy ez nagyon komoly, és elkezdték lefordítani az iratokat, és azt látták, hogy igazából szinte ugyanaz, mint amit ma olvasunk. És egyébként ez az Ézsaiás tekercs, ez 7,5 méter hosszú volt, tehát körülbelül ilyen A4-es hosszúság volt, és 4 méter, 4 méter, vagy 7,5 méter volt, tehát az brutális, olyan, mint egy házat így át lehetne vele tekerni, és akkor így olvasgatták. És ugye elkezdték lefordítani őket, és bebizonyosodott az, hogy igazából nincsen eltérés a szövegek között, tehát az a Biblia, amit ma olvasunk, az Ézsaiás könyve, az ugyanaz, mint amit az eszénusok másoltak 2000 évvel ezelőtt. Most ekkor a sajtóban elég nagy szenzáció volt, hogy na, most a kereszténység megrázódik, és újra kell írni a Bibliát, meg akkor most meglátják, hogy igazából nagy kamu volt az egész, meg ilyenek, de elég nagyot kellett csalódniuk, mert amikor lefordították a szövegeket, rá kellett jönniük, hogy ezek ugyanazok a szövegek, mint amit ma olvasunk. És igazából olyan eltérések voltak a szövegek között, mint például, mondjuk most hozok egy példát, hogy mindjárt mondom. Tehát, hogy Ézsaiás könyvében van az az ige vers, amikor az őrálló kiállt,
és hogy kiált, mint egy oroszlán, ugye úgy van fordítva. Viszont itt az Ézsaiás tekercsben kicsit máshogy van. Mindjárt mondom, nem tudom, hogy hova tettem. Igen, tehát hogy a tekercsben úgy van, hogy felkiáltott az, aki ezt látta, és a Károli Bibliában pedig úgy olvashatjuk, és kiáltott, mint az oroszlán. Uram, az őrtoronyban állok szüntelen napestig, és őrhelyemen állok egész éjszakákon. És a tekercsben pedig úgy van, hogy felkiáltott, aki ezt látta. Tehát, hogy ilyen minimális eltéréseket találtak a mai Biblia és az akkori iratok között. És akkor a történetet folytatva pedig az történt, hogy nyilván folytatták ezeket az illegális kutatásokat, és elindult a verseny, hogy ki fogja megtalálni a többi részét a tekercseknek. Összesen egyébként 11 barlangot fedeztek föl, amelyekben mind tele voltak iratokkal, 80 ezer irattöredéket találtak, és még ilyen teljes tekercseket is találtak, és ezzel elindult a világ egyik legnagyobb kirakós játéka, ugyanis ezeket a töredékeket megvizsgálták egyenként, és ezeket a töredékeket megpróbálták így összerakni, csoportosították a hasonló írásokat, és összerakták őket, a tartalmuk, jelentésük, és akkor úgy elkezdték összepázlizni őket. Hát ez egy kegyetlen munka volt, ezzel még ma is dolgoznak egyébként sokan, tehát azok a professzorok még ma is ott rakosgatják az ilyen tekercs darabkákat sokan. De igazából ennek már nagyon nincsen jelentősége, hanem annak van jelentősége, hogy nyilván ugyanaz volt az ige. Tehát, hogy Sámuel könyvét megtalálták náluk lemásolva, akkor találtak az új szövetségi iratokat is találtak lemásolva, és még apokrifeket is találtak náluk. Szóval, hogy olyan iratokat is találtak, amiket elolvasva ugyanazt kapjuk, mint amit ma. Aztán később az történt, hogy az ENSZ katonai segítséget küldött, és a régészek indultak, és akkor elkezdődött a hivatalos feltárás is, és lezárták a barlangok környékét, és akkor elkezdték hivatalosan is ásatni őket, a barlangokat, és akkor még rengeteg ilyen töredéket találtak, és találtak agyagkorsókat is, illetve ilyen cserépdarabokat is, meg olyan tárgyakat találtak, amiket mindenképpen össze lehetett kötni Qumránnal, a közeli településsel, így bebizonyosodott az is, hogy a qumrániak, az esszénusok írták ezeket az ige részeket. Aztán közben rátaláltak arra is a katonák, illetve a Rockefeller Múzeumnak a vezetője, hogy ki áll emögött az egész illegális tekercs kereskedés mögött, Kandóra, aki nagyon bizalmatlan volt, hát nem akart börtönbe kerülni nyilván, de az volt, hogy néhány töredék volt nála éppen, legalábbis ő azt állította, és ezeket hatalmas vételáron akarta eladni. Tehát ilyen 12 ezer dollár, meg ilyesmi, és ilyenekért ilyen pár bőrdarabot adott, és teljes tekercseket pedig ilyen több millió dollárért, tehát ilyen kegyetlen árakat szabtak meg már a tekercseknek, és hosszas egyezkedés után aztán ilyen 12 ezer jordániai márkáért vették meg a tekercseket. És ez hatalmas ár volt, és az árak közben egyre jobban mentek föl, és minden nap így csökkent az esélye annak, hogy a tekercseket meg tudják szerezni. És egyébként a hármas barlangban résztekercseket is találtak, ami azért érdekes, mert azok nem bőrből voltak, nem is papíruszból, hanem ilyen vékony résztáblákra vésték rá az iratokat. Ezek egyébként nem bibliai iratok voltak, hanem ilyen térképek voltak, amikhez ilyen tárgyakat kötöttek, hogy ott meg lehet őket találni. Aztán több mint 200 bibliai kéziratot találtak, amit az eszénusok írtak meg, és bebizonyosodott az, hogy az a szöveg, amit akkor írtak, az ugyanaz. És
és azt láthatjuk, hogy igazából ma is ugyanaz a jelentősége Isten igéjének, mint ami akkor volt, és Isten gondoskodott arról, hogy az igéje fennmaradhasson. És később volt egy háború Jordániában, ugye, és Izrael és az arabok között, és az történt, hogy a tekercseket el kellett rejtsék. És ekkor is sérültek a tekercsek, mert olyan helyen pincébe kellett tárolják, ahol nyilván nagy volt a nedvesség. És a háború után pedig létesítettek egy ilyen múzeumot a tekercsek részére, ami ugyanúgy nézett ki, vagy ugyanúgy néz ki a külseje, mint egy agyagkorsónak a teteje, amit találtak meg. És megcsinálták úgy ezt a múzeumot, hogyha esetleg háború lenne, akkor így lesülyeztik az egészet a tekercsekkel együtt, és akkor meg az iratokkal együtt, és akkor az ott biztonságban van, és atombiztos helyen vannak. Hát most láthatjuk azt, hogy Istennek nem szükséges atombiztos bunker ahhoz, hogy megvédje az ő írásait, akár 2000 éven keresztül egy egyszerű barlangban megőrizte ezeket az írásokat azért, hogy az idők végén legyen még egy bizonyíték arra, hogy a világ számára, és arra, hogy ő valóban gondoskodik arról, hogy az ő igéje az teljes valóságában megmaradjon. És amint láthatjuk, hogy Ézsaiás tekercse is egészében, tehát mind a 66 könyv megtalálható azon a tekercsen, ugyanúgy, ugyanazokkal a szavakkal, mint amit ma olvasunk. Aki nem hiszi el, az pedig elmehet, megtanulhat héberül, oda mehet, és lefordítgathatja, és akkor meglátja, hogy az tényleg ugyanaz. És tényleg csodálatos, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. 2000 éven át megőrizte ezeket az iratokat, nem esett rájuk az eső, nem korrodálódtak el annyira, hogy ne lehessen őket elolvasni. Ez is Isten számáról, vagy Istentől egy bizonyíték arra, hogy igenis az ő igéje az igaz, és ezt ő ihlette, és ő ezt szeretné, hogy minél több ember megértse. Mert azt mondta Isten és Jézus, hogy mert bizony mondom néktek, amíg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta, vagy egy pontocska el nem múlik, amíg be nem teljesedik. Ezt Máté 5.18-ban találhatjuk. Ezt Jézus mondta. Amen. Remélem érdekes volt számotokra ez a különleges délutáni óra. Néhány igeverse szeretném zárni ezt a mai estét, és ezeket az igéket szeretném nektek elolvasni. Az egyik Ézsaiás 34. fejezetéből származik, ami így hangzik. Keressétek majd az Úr könyvében, és olvassátok, ezeknek egy hiúk sem lesz, egyik a másiktól el nem marad, mert az ő szája parancsolta, és az ő lelke gyűjtötte össze őket. Milyen csodálatosan beteljesedett ez. Két dolgot Jézus nagyon nehezen tudott elviselni a földi élete során. Az egyik az a képmutatás volt, és a másik dolog az a hitetlenség. Amikor valaki, vagy valakik többek között a zsidó népre vonatkozóan nagyon komolyan megfette a zsidó népet azért, mert nem hittek az ő szavának. És akkor ezt az igeverset szeretném felolvasni nektek, és akkor ezek lesznek az utolsó gondolataink, amit szintén megosztok veletek így zárásképpen. Oké, megvan. Így van. Az egyik a János Evangélium 5. fejezetében található. Jézus szavait olvasom. Aki elküldött engem, maga az Atya is bizonyságot tett rólam. Sem hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok. Az ő igéje nincs maradandóan bennetek, mert akit ő elküldött, ti annak nem hisztek. És a többi verset arra gondoltam, hogy felállva hallgatnánk meg, hogy álljunk fel, és ezzel le is zárjuk ezt a mai estét. Szintén Jézus szavait fogom olvasni.
Valaki azért hallja én tőlem-e beszédeket, és megcselekszi azokat. Hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát, és ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. És valaki hallja én tőlem-e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette házát. Lőn pedig, amikor ezeket mondta, fölemelvén szavát egy asszony a sokaság közül, és azt mondta neki, boldog méh, amely téged hordozott, és az emlők, amelyeket szoptál. Ő pedig mondta, sőt, inkább boldogok, akik hallgatják az Istenek beszédét, és megtartják azt. Mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak, ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Megszaladt a fű, és elhult a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Amen. Akkor imádkozzunk. Édesatyánk, nagyon köszönjük, hogy ezekben az utolsó időkben bőségesen rendelkezésünkre áll a Te ígéd, a Te beszéded. Köszönjük, hogy ott lehet a polcon, a könyves polcunkon, ott lehet a konyhaszekrény, ott lehet bárhol, atyánk, az autónkban, a zsebünkben, a táskánkban ez a drága könyv, a Biblia. Köszönjük, hogy neked gondod volt arra, hogy megőrizd a Te beszédedet. De segíts bennünket, hogy ezekben az utolsó időkben komolyan vegyük Jézus szavait, komolyan vegyük beszédedet. Ne legyünk süketek, ne legyünk hitetlenek, hanem higgyünk a Te beszédedben. És alkalmazzuk az ige tanácsait a hétköznapi életünkben. Add, atyánk, hogy az igéd maradandóan bennünk megmaradjon. Ne legyünk vakok és süketek, hanem megmaradjon a szívünkben, és éljen, életre keljen bennünk a Te ígéd, a Te beszéded. Hát, hogy minden nap megnyissuk az igét, és engedjük meg azt, hogy minden nap Te szólj hozzánk. Köszönjük, atyánk, hogy ezt megteszed velünk, és elvégzed azt a szívünkbe, amit elkezdtél. Jézus nevében. Amen.